Ma megérkeznek a szurkolók. Egy nagyon rövid kis beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul a jövő heti mérés. Aztán azt terveztük, hogy együtt edzünk velük. Most már van annyi gyakorlati tapasztalatuk, hogy rájuk merem bízni, hogy a gyakorlatsort is ők állítsák össze. Remélem, hogy 25 főnek sikerül kitalálni 6 gyakorlatot. Abból csinálunk néhány kört, aztán kimegyünk a pályára kocogni egy kicsit. Hogyha jó gyakorlatokat találnak ki, akkor nehéz lesz, hogy a könnyűket akkor meg majd belenyúlok, úgyhogy nehéz legyen. Ma már edzettem egyet, de hagytam magamban annyit, hogy a futórészt azt kihagytam, úgyhogy az így belepasszol az edzés programomba. Többi gyakorlatot meg meglátjuk, hát majd amennyi erőm maradt, olyan elemmel csinálom. Let's go for another day. TRX googolás. Jó, ne szórakozzatok. Ki mondta, hogy 3, 10. Fantasztikus érzés, alig vártam, hogy én is csatlakozhassak a csapathoz. Ugyanis csütörtöki napokon én a személyes konzultációkat tartottam, így volt szerencsém közelről is megismerni őket, de mindenképp szerettem volna kipróbálni, milyen is velük az edzés. Az volt az álmom, hogy itt a grupamában futhatok egy kört, úgyhogy nem állok meg, és most a 12. hét elején vagyunk, ugye, és elértem azt, hogy végig tudok futni. Eddig, aki soha egy lépés se sportolt, nem csináltam semmit, még egy busz után se futottam, és most elértem, lehet, hogy el is bőgöm magam, mert ezt magamnak köszönhetem, meg a Bencének. Bence, gyere egy percre! Megköszönhetem neki? Nem baj, de adj még köszönhetem. Nagyon jó, hogy neked köszönhetjük. Hát mert magatok már főként, nagyszerű. Gyertek!